Felnyőztek vannak talán, hogy 6-700-an, a gyerekek, hát 1200-an. Csak vagyunk meg, vagyunk, rézen. Fiatalok? A fiatalok, hát a fiatalok meg semmiféle jövője nincs itt. Hát a kultúrház megcsinálták ottan, nem úgy, mint régen, hogy kiadták például, volt egy diszkó vagy valami, ott le van lakatolva, be van zárva, de nem meg senki. Nem adják ki. Szó szerint. Hát a fiataloknak nincs semmi jövője, hogy egy diszkó csináljanak, mint régen, vagy mozi, vagy valami. Semmi, nincs itt semmiféle lehetőség a fiataloknak. Hát mit mondom? Kémény az, egyáltalán nem jó. Ez is valami lapolásra szóló. Ez egyáltalán nem jó. Ez az a kémény. Ebben hanyan laktok, Laci, a házban? 11 gyerek. Hát 8 gyerek. Mi az asszony, nem az öcsi. Aludni fél az ember. Hanyan laknak benne? 4-en. Töltjön a maga fiatalén, az nem telik semmire. Semmire. Ezt tessék elképzelni. Nincs mindig. Semmire. Tessék. Be az nem az be. Beállottam itt, de itt a múltkor nem tudom, de kimeszelte a vénemberekkel, meszelni kéne, de még mészre se jut. Én is. Itt a néppel nem törik ez a polgár. Tessék elképzelni. Itt nem nagyon. Ha bemenjünk, kérjünk egy kis pénzt, 2000-et, elég akar adni. Hát a 2000 forintból már mit tegyek? Mit lehet tenni? Tessék vannak mondani. Gyógyszeremtől elvették a gyógyszert tőlem. Szerek vagy 10 fajtát. Mondtam vele annak, hát ő nem tett róla. Hát akkor mondom, ki tett róla? Maga tett, hogy mindezről. 10-en. 8 gyerek, meg 2 vagytok, mi? 10-en vagyunk. Így van. Ganyi Miklósnak hívnak, demokratikus roma szervezet vezetője vagyok a Alsóvadászról. Ezt a táboroztatást úgy tudtuk létrehozni, hogy a pályázatot nyertünk a Szociális és a Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A közreműködés az Kassai Meringéhez. Támogatást kaptunk az Alsóvadászi Polgármester Hivataltól, adományként támogatott pénzösszeggel, majd a különböző élelmiszerboltok, Vatkó Kft. Gyümölcsalomában és ilyesmi. Ebben a táborban legtöbben inkább ilyen gyerekek vesznek részt, és felnőttek is vannak, akik szülők által. Tehát az, hogy a szülők is itt vannak a gyerekeknek, és tudják azt, hogy milyen táborok lesznek ezek, és egyrészt ők is tudnak rá vigyázni. Tehát így felszabadultak is a gyerekek, mivel a szülők is itt vannak. Ez a tábor, ez egy hagyományőrző tábor lesz a romák részére. Ebben van kézművesi foglalkoztatások, régi mesék, helyileg Kiskinizsen vagyunk a turistaházban. Ezt a polgármester asszonynal felvettük a kapcsolatot, és ő által is jött létre ez a program, hogy ezt itt megtudjuk. A munkalehetőség nulla, semmi. Milyen sok köt raktál be? Hát amit kapjunk. Amit kapjunk, pacik, a szociális segít, csári pótlék, vagy ilyesmi. Nem kell ennyi közben. Bementem a polgármester hivatalába, beírtunk. Egyszer is segényt, vagy ilyen kölcsönt írtunk be, amit visszavonnak a én pénzemből, szociális segényt. Beírtam 8000 forintot a kirítés megcsinálással, és akkor 10.000 forintot kinyomták a szememet. 10.000 forintból mit csinálja? Mondom a polgármester, azt mondom, hogy hát a 10.000 forintból mondom, hogy egy kocsi sordeset fog venni. Azt mondja nekem szemembe, ha pótoljam ki. Hát mondom, ha van pénzem kipótolni, mondom, akkor mondom, nem írok be, mondom. 8000 forintot a kerítés megkínálásra. Hát mondom, egy kocsi sódára mondom 14000 forint. Akkor a cement hol van még? Hát nem így? Szikszó hány kilométer? Szikszó hány kilométer? 5 kilométer. Hát nincs ott sem munka lehetőség. Hát most ha kéne, akkor tudnánk róla. Hát most ez olyan dolog, hogy most nálatok is van munka lehetőség? Nincs olyan dolog. Na, hol van? Sehol nincs. Mi lesz ebből? Hát mi nem volna ebből? Hát jó, nem. Hát mi volna? Hát addig a szöbbnek, nem. De nem, mi? Hát
aki nem jár rendszeresen iskolába, gyerek, hallom azt is, akkor elvonják a gyári pótlék, ott ülő. De miért nem járnak a gyerekek? Tanárok miért? Hát épp erről van szó, hogy nem akarnak menni a gyerekek iskolába rendszeresen, mert a tanárok bántalmazzák őket. Így nem lehet élni a mai rendszerbe. Hát régen volt munka lehetőség. Hova menjünk dolgozni? Régen, ha egyik nap azon a nap leszámoltam, mentem a másik, azon a nap már felvettek más helyre, mert volt munka lehetőség. Akkor most hova ez a nagy íze, hogy menjünk dolgozni? Hova menjen az ember dolgozni? Mikor eladták van a Magyarországot. Mert az volna a legjobb, az igazságos, hogy igenis a van egy kisebbségi önkormányzat itten, és akkor igen, foglalkoznának itt a cigánsággal, meg ami jár, az járjon. De miért is kisebbségek? Hát regisztráltam. Nem tudom, hogy miért nincs. Pedig venni kéne, de... Káosz itt az egész élet. Thank you.